Én egy 1500 fős kis faluban nőttem fel papkészírásban, a falu szélén eh, ott születtem, és eh, éltem első 9 évében egy szobakonyhában laktunk, először három, aztán négyem. Aztán szóval talán három hónapos voltam, akkor apukámat elvitték másfél évre a katonának vagy még le, lehet, hogy kisebb is, vagy akkor még annyira vitték, és apukám akkor volt 19 éves, vagy 18. Tehát akkor nagyon fiatalok hát. voltak mind a kettő. Nagyon, szereim. nagyon. Anyukám még meséltek, hogy egy egész laktanya várta, hogy én jöjjek. akkor voltam fél éves, vagy még annyi sem. Csecsemőnek tudták, nem örültek meg annyira. Mint te, tehát, hogy tudták, hogy én hozom az ellátmányt, vagy nálam van a, a, az ellátmány. Milyen volt egy ilyen falusi kis iskola, ahol te ezek szerint az iskoláról való első élményeidet szerezted? Én szerettem ezt az iskolát, csak uh, sose éreztem magam odavalónak. Mi, mi, mindig kívülálló voltam. Mindig én voltam a kitönő tanuló, én voltam a dadogós, én voltam a kövér. Ezek ilyen hendikeppek uh -huh. voltak, meg, meg, meg amúgy is nem, nem találtuk a közös hangot. Nem, nem mondtam nekik soha. Nem mondtad? Nem. Soha nem mondtam. Ezért? Mert hogy mi nem azt tudom, fogják én miért, mondani, hogy nem, nem is iskolában, nagyon. Én nem mertem beszélni. Az a dogás miért? Én nem mertem. Akkor erről mesélj, hogy hogy lett a megszólalni alig merő gyerekből az a nagy dumás, akit én ma ismerek. Az UNICEF Magyarország bemutatja Így lettem. Beszélgetések nagy emberek kiskoráról, mert a gyerekkor meghatározó és megismételhetetlen. A műsor házigazdája Mészáros Antónia. Az UNICEF Magyarország vodkás sorozatában mindig azt a témát járjuk körül a vendégeinkkel, hogy a gyerekkor mennyire meghatározó időszak, az ottani események, kapcsolatok, körülmények milyen hatással vannak a későbbi életünkre, sőt már a személyiségünk kialakulására is. Azt hiszem, hogy talán mindenki közül neked kell lesz a legkevésbé magyarázni, hiszen te épp arról vagy ismert, hogy gyerekekkel foglalkozol, mégpedig pedagógusként, tanárként, tanár influencerként, hogyha szereted ezt a kifejezést. Az... Megszoktam már ezt a kifejezést. Így hívják azt, aki, aki blogol, blogol, ír közösségi médiában? Celeptanár, tanár ezt, szokták még, Celeptanár? ezt szokták még mondani. Ez, ez aggatott rám így évek óta. Úgyhogy, hogy ez? De az influencer tanár, vagy tanár-influencer az jobban hangzik. <laughs> minden esetre az biztos pontosan érted, hogy a gyerekkor miért fontos, hiszen feltételezem, hogy ezért lettél tanár, és ezen dolgozol minden nap. Most viszont egy kicsit felcseréljük a szerepeket, és a te gyerekkorod van műsoron. Itt is miatt. És tudom, hogy erről egyébként nem is szoktál sokat beszélni. Nem. Pedig feltételezem, hogyha valaki arra adja a fejét, hogy gyerekekkel foglalkozzon, akkor ennek a gyökerei, ennek az elhatározásnak valahol a gyerekkorban lehetnek. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy a te esetedben ez, ez, ez hogy működött. Mesélj egy kicsit arról, hogy honnan jöttél, milyen közegben születtél, milyen gyerekkorod volt. Még egy mondatot a viccet érve, tehát, hogy például a saját gyerekeimmel, tehát a diákjaimmal szoktam beszélgetni a gyerekkoromról, csak én nyilván no nosan nem, mert hogy nem tudom, az én intim, úgyhogy tényleg ez ilyen, nem tudom, debütálása ennek. Én egy 1500 fős kis faluban nőttem fel a a falu szélém. ott születtem, és értem első kilenc évében egy szobakonyhában laktunk. Először három, aztán négyem. A faluszélének hogy... volt jelentősége? Mm. Hát annyi, hogy ott volt már egy óriási föld meg egy megyfasorra, hova mindig el lehetett menni játszani. Tehát, hogy talán ez volt a ez volt a jelentősége. Annyira nem, nem tajdon. tehát igazából, hogy 1500 fős kis faluban, hát igazából lakatsz a City központban is, csak nagyjából ugyanaz. De uh, úgy értettem, hogy annyira szegények voltatok, hogy ebben a közösségben is az egyik legkiszolgáltatottabb család, akivel akikhez te születtél? Nem, nem voltunk kiszolgáltatottak, egyszerűen ott volt, a, ott volt a ház, meg itt nem volt az, hogy a laknak a legszegényebbek, tehát nem, uh, nem, nem voltunk gazdagos, sőt, de nagyon sokszor, uh, tehát utólag tudom meg, hogy mennyire, mennyire voltunk szegények. És úgy nőttem föl 9 évig, hogy nem volt, nem volt bezetékes víz például, hanem kint volt egy kerti csap, és akkor onnan kellett mindig behordani a vizet, és akkor lavorba mosdottunk, és akkor minden hétvégén behozták ezt a anyáik, ezt a nagy fémkádat, ezt a bádokkádat, és akkor az volt így a, hát, hát az ünnepnap, amikor a bádokkázba, és akkor a megítettük a vizet, szóval na, nagyon egy romantikus gyerekkorom volt. anyukám, ő volt éladó, apukám, ő hentes és hát nagyon-nagyon, amúgy nagyon-nagyon boldog gyerekkorom volt, nagyon-nagyon meghatározó élményeim voltak. Mesélj egy, egy, ilyen nagyon meghat, valamiért ez nagyon megragadtál, amikor múltkor gondolkodtam az első gyerekkori emlékemen, akkor egy e, Éppen, éppen töltöttük fel talán a krumplit, mert a krumplit az egy idő után fel kell tölteni, ugye oda kell kotorni a földet és akkor én emlékszem, hogy ott mezitlábra hangálok a, a, krumpli földön, vagy a krumpli között, és töltöm fel a krumplit, és utána meg hozhattam anyukámnak egy kávét ebben a klasszik üvegpohárban, és akkor az olyan nagyon, na, nagyon nagy fiúnak érezhettem magam, hogy anyukámnak vihettem kávét, amíg ő dolgozik. Illetve te ez is minden... dolgoztál ezek szépen. És én is dolgoztam, persze, persze, abszolút. Hát hát te egészen... végig dolgoztad ott a veteményesben, a földeken, az a saját gyerekkorodat? A, abszolút. Hát ez nem, nem, ne az egész gyerekkoromat, de amikor kellett, akkor segítettem. De hogy ez volt a természetes a család? Abszolút, Hogyha én, ők foglalkoztak a, persze, a, azzal, persze. amit termesztettetek, akkor az a te munkád is. Persze, volt. megint etettem az állatokat, takajtottam De. az állatokat, tehát hordtam a moslékot, nyulaink voltak, tyúkjénk, tehát rengeteg felálltunk volt. Úgyhogy én ebbe aktívan részt vettem, tehát hogy én nekem ez, ez természetes volt, tehát nem, nem, nem úgy éreztem, hogy én dolgozom. Ha, ha, hanem lehet, hogy játékként fogtam föl, vagy anyáik is játékként állalták ezt az egészet. Azért volt egy-kettő, amit munkaként, vagy a másik ilyen nagyon klasszik story, amikor uh, babot kellett kipirgálni, hogy kifejteni, és uh, azt mondta hogy ha ez megvan, akkor elmehetünk játszani az unokabátyámmal, és hát a három négy részét azt úgy beleszórtuk a bödörbe és a tetejére tettük a híjakat. Csak hát anyukám az nem, tehát rájött arra, hogy ez kevés ez a bab, úgyhogy ezt átnézte, és de, de meg ki is kellett válogatni a, a héjat a, a babtól, úgyhogy ilyen nagyon megszívattuk magunkat hiszen szóval nekem rengeteg ilyen történetem van. Nagyon sokat mentem apukámmal például disznóvágásokra, tehát én felkeltem hajnali négykor, és akkor mentem bele. Nekem mindenki azt hitte egész gyerekkoromban, hogy én, én apának a mesterséget fogom folytatni. Mert hogy ki is vetted a részedet abszolút a disznóvágásnál kivettetem. az ottani abszolút. A, a, abszolút mindenből. Beleértve a disznó leülését? Azt nem. Akkor mindig elbújtam. akkor <laughs> én mindig elbújtam, nem szerettem, hogyha sikít a disznó, és akkor mindig elbújtam. De onnantól kezdve bármilyen munka volt, tehát a, a megmosás, a hús, a nem tudom, a kolbász és mindenben részt Az az egy, tehát a, a levágás, ezért, ezért nem lettem hentes szerintem. Meg nekünk ez egy ilyen, ez egy ilyen apafia program volt. Én ezt is így kirándolásként fogtam föl mindig, hogy így megyünk disznót vágni, meg marhát vágni, meg mindenféle átot vágtunk. Szóval nekem így telt a, így gyerekkorom. És hát. milyen kapcsolatod volt a szüleid? De nagyon szoros azért Nagy, ezek szerint. Nagyon, nagyon jó kapcsolatom volt, és mind a mai napig nagyon jó kapcsolatom van a szüleimmel. Tehát amikor a kamaszkort lesz ám, de hát akkor kinek jó a kapcsolata a szüleivel, vagy kinek nem romlik meg, inkább így mondom. Meg én, meg én nyaranta, én a dédi voltam sokat Balatonkenesén, mindig egy hónapot ott töltöttem legalább. Ugyanilyen körülmények között, és, és hát ez, az is fantasztikus volt. De hogy nekem nagyon szoros, nekem, nekem anyukámmal szorosabb volt nagyon sokáig a kapcsolatom, mert akkor én azt hiszem, talán három hónapos voltam, akkor apukámat elvitték másfél évvel a katonának. Vagy még le, lehet, hogy kisebb is, vagy akkor még annyira vitték, és apukám akkor volt 19 éves, vagy 18. Tehát akkor nagyon fiatalok é. voltak mind a Nagyon szüleim. nagyon Apukám 18 volt, anyukám meg 19, tehát hogy nagyon fiatalok voltak, és akkor így én voltam az, aki mindig most már elévült, tehát beszélhetek róla, hogy a, a laktanyában mindig én csempésztem be, amit nem lehetett. Tehát, hogy a pelenkáim között voltak mindig azok a dolgok, amiket nem lehetett volna bevinni a, laktanyába, nem tudom, alkohol, meg ilyenek. És akkor már, már anyukám még mesélték, hogy egy egész laktanya várta, hogy én jöjjek. Tényleg akkor voltam fél éves, vagy még annyi Csecsemőnek nem örültek meg annyira. tehát, hogy tudták, hogy én hozom az ellátmányt, vagy nálam van a, az megy, Szóval azért éltem első másfél évében, ami mind a mai napig én nem értem ennek a logikáját amúgy, hogy hogy tényleg egy, egy friss apát elszakítanak a gyerekétől, és elviszik katonának az ja, életbe. Igen, ezt, magyan... ezt én sem tudtam egyébként, hogy ezek hm. szerint ez akkor nem számított, nem. tehát. Akkor úgy nem, úgyhogy te. azért, meg, tehát hogy mi anyukám, ma voltunk ketten e, effektíve, persze mindig mentünk apához, meg apa is ugye jött haza, már amikor le lehetett, ugye, és akkor ezért, ezért én én ez, én az ez anyásabb, anyásabb vagyok, de most már apukám, most nagyon, nagyon szoros a kapcsolatunk. Biztos más is egy kicsit ez a kapcsolat, nem más a, 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 a hát a nem is a minősége, de a jellege, amikor ennyire fiatalok a szülők, és nagyon kicsi a korkülönbség, tehát majd, hogy nem, e, nyilván nem fél éves korodban, de hogy ez ez egy pajtási viszony is tud lenni, vagy egy baráti viszony. Vagy ezt rosszul gondolom? Nem, nem, abszolút. Nekem a szüleim nagyon következetesek voltak. A, anyukám a szigorúbb, tehát hogy anyukám a szigorúbb. A, apukám inkább ez a bohókásabb, játékosabb, tehát hogy mindig, hogyha, hogyha jó zsarú, rossz zsarú volt, akkor valami, mindig anya volt a rossz zsarú ebben a szituációban. Hát igen, mert ha most belegondolok, hogy én leszek most 35, tehát ennyi időse mert volt egy 17 éves gyerekük. Szóval ez azért, azért most ez így ijesztőnek tűnik szá számomra, de hát. hát akkor neked is ne, van egy csomó 17 más. éves gyereked az iskolában. I igen, 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 és akkor be belegondolok, hogy lenne belőle otthon is. Hát, <laughs> <na>, oké. <okay>. Tehát, <laughs> hogy így, hogy így, igen, szóval nagyon-nagyon jó, meg én nagyon-nagyon hálás vagyok ezért, mert hogy. Nagy, na, nagyon sok időt lehetünk együtt. Mert hogy látom azokat, a, látom azokat a barátaimat, akik mondjuk, amikor ő megszületett, 40 év felett voltak a szülei, és valakinek uh, már nem, nem, is élnek a szülei, mert olyan kevés idő jutott nekik. Tudom, ez nem mindig, ö, nem mindig így van, de hogy, de hogy én már ugye 35 évet tölthettem a szüleimmel, és remélhetőleg még legalább ennyit együtt tölthetünk, és akkor minden, mi, minden tök jól lesz, mert hiszen most szokott, vagy, vagy most már furcsa, amikor így kimondom én 35 éves, hogy anyukám 53 éves, és akkor még, még így meghökkent. Tehát, hogy régebben kevésbé hökkentek meg ezen. Egy, egy időben azért hökkentek meg, mert a, anyukám nekem megmaradt 33 évesen, és vagy ami 5-6 évig azt mondtam, hogy 33 éves, nem tudom miért, de hogy így <laughs> ott, ott úgy meg, megakadtam. Szóval én ezért baromi hálás vagyok, mert hogy még mindig, mindig fiatalok számomra. Kemény elvárások voltak otthon? Mondtad, hogy anyukád az szigorú volt. <laughs> Nem emlékszem elvárás, már mint olyan elvárásokra, ami, ami, ilyen minden bölötösnek kell lenned meg, meg ilyenek, hanem az az elvárás mindig, hogyha én valami mellett döntök, hogy amit választok, akkor tartsak ki mellette. Tehát, hogy ez volt a, az alapelvárás, hogy ne, ne legyek ilyen össze visszaúráló, hogy akkor most elkezdek, nem tudom, baletre járni, aztán két hét után azt mondom, hogy én inkább karatézok, aztán egy hónap múlva az, hogy én nem tudom, ide megyek, oda megyek, amoda megyek. Tehát ilyen szempontból volt, a viselkedés volt mindig ilyen nagyon elvárás, hogy így mindenkinek köszönjél, legyél ill illedelmes. tehát hogy ezek az alap, alap ilyen, nem, nem tudom, jól neveltségi kérdések abban, abban azért nagy volt az elvárás. Mm mindig örültek a sikereimnek, és ez tök jó volt. Tehát nagyon-nagyon jó volt. És igen, valamikor mellém kellett állni. Tehát én ötödikben majdnem megbuktam történelemből, és hogy anyukám akkor nem áll mellém, vagy nem ül mellém, akkor, akkor nem tudom, hogy mi van. Ez általános iskola? Igen, 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 igen. te azt még a faluban érted? Azt még a faluban, tehát én nyolcadik osztály után kerültem el onnan. Milyen volt egy ilyen falusi kis iskola, ahol te ezek szerint az iskoláról való első élményeidet szerezted? Én szerettem ezt az iskolát, csak sose éreztem magam odavalónak. Mi, mi, mindig kívülálló voltam. Ez, nagyon érdekes. Ez nem Milyenek tudom... voltak az odavaló gyerekek? Ezt nem tudom megmondani, mert ez meg túl ilyen, nem tudom, snob lenne, vagy egoista, vagy nem tudom, de nem tudom. Tehát ők, mindenki otthon érezte magát, én meg azt éreztem, hogy nekem ez nem. Tehát én mindig a, a, mindig a felnőttekkel beszélgettem, vagy a volt egy szociál pedagógus, vagy szociál munkás, szo szociális munkás, és akkor ővel beszélgettem, mert hogy bele lehetett, meg hogy voltak ilyen témák, és akkor így én nem találtam a helyemet soha, mert mindig én voltam a stréber, alatt nem tanultam, tehát hogy így nekem a memóriám az tök jó, mind a, ma, a mai napig. Mindig én voltam a kitönő tanuló, én voltam a dadogós, én voltam a kövér, és akkor ezek ilyen handicap mm -hmm. voltak, meg, meg, meg amúgy is nem nem találtuk a közös hangot. Tök jó barátaim mind a mai napig vannak közülük, meg ahogy felnőttünk, azért tudunk, de mm -hmm. valahogy ott gyerekként ugye azt éreztem, hogy én nem, nem ide valóban vagyok. De nem találtad a helyedet Egyetem ebben nem. a gyerekközösségben, Na, de ott voltak a tanárok is. Ővelük sem. Egy-kettővel igen, vagy néhányjal igen, de ők meg rengeteget bántottak. Téged, aki egyébként jól tanultál. Mm -hmm. Ez hogy van? Hát mert ilyen kedvesek voltak velem, hogy, hogy jaj, hogy izén, szegény gyerek, hogy a dolg, és akkor hát mi lesz van egy az életben. És akkor ezeket itt így hogy tehát úgy kedvesi, bántottak, hogy ők azt hitték valószínűleg, persze, hogy ők kedvesek vele, de közben akartak. ezeket te úgy élted meg, mint, mint beszólásokat. Hát ezt én minden mai napig így élem meg, tehát hogy visszagondolva is így élem meg, hogy, hogy azt mondani, hogy ó, te, ó szegény, meg ilyeneket mondtak, hogy, hogy ó, hát, ó, hát inkább azért tanuljál még jobban, mert hát, ezért, neked azért meg kell küzdeni minden érmeket, hát majd hát azért olyan szakmát válaszol, ami ilyen hátul van, tehát hogy ilyen elbújós, hogy akkor nekem beszélni meg ének. Én kedvességből, tehát én szeretem az ilyen kedves embereket, amik Akik így az embernek az önbizalmát hát esetleg teszik, és teljesen, És amikor tudod, azt mondják, hogy azért nem mehetsz egy szavaló versenyre, hogy nehogy leégesd az iskolát, és őket, mert hogy dadogni fogsz, a halott versmondás közben sosem dadogtam, meg színpadon sose adoktam. és ezzel elvették az egyetlen helyet, ahol jól éreztem magam. Te hány éves korod óta Négy éves koromban kezdtem el dadogni, most, most már 31 éve lassan. És az iskolában nem próbáltak meg ezen segíteni a helyet, hogy így? Dehogy is nem, még rám szóltak, hogy ne dadogj. Ja, hát az segít, nem? Az Megoldít, megoldja nem? a problémát. Rengeteget tehát Én 16 éves koromig, én Hát én nem tudom, én szerintem többet voltam pszichológusnál, meg pszichiáterni, mint bárhol, máshol. Meg logopédusnál gondolom. Meg logopédusnál meg persze, persze az alap, és de rengeteg, tehát tényleg ilyen mindenféle vizsgálaton voltam, és kívül, belül, alul, fölül, mindenhonnan megvizsgáltak, és mindenki próbált segíteni, meg mindenki máshogy, és akkor így senki nem tud segíteni igazából, csak én, én meg az álmom, hogy én azt gondoltam, hogy ez 16 éves koromban, ez így elmúlik és elmúlt, vagy hát nem elmúlt, mert minden mai a dogok, csak... Hát egyébként alig észrevehetően, és nyilván nem véletlen, hogy sokat is beszélsz, sokat szerepelsz, tehát ki is Igen. teszed magad ennek az állandó és hát helyzetnek. És egészen 16-es koromig én minden szónál megakadtam. Minden, szó Mind szónál? szónál. Aha. Nekem újra kell tanulnom beszélni magamban. Erről mindenképpen mesél, amikor eljutunk odáig, csak nem akarok ennyire gyorsan átszaladni ezen az első néhány meghatározó éven sem. Nem gyorsan. gyorsan lenni, rajta, de nem. De engem azért érdekel ez még egy picit, nem azért, hogy meg akkor nem. ebben most tocsogjunk, hogy téged bántottak, de hogy azt feltételezném, lehet, hogy túl egyszerű így, és akkor majd kijavít az, hogy az, hogy ott akkor ezek a tanárok, ezek szerint nem a jó példával, de hogy, hogy mit nem tettek meg érteni, az egy fontos impulzus lehetett neked azon az úton, hogy te ezzel akarj foglalkozni. Én első osztályban eldöntöttem, hogy én ezzel akarok foglalkozni. Tehát amikor elkezdtem iskolába járni, akkor azt mondtam, hogy ez, ez, milyen menő. És ez mi, fog, mi fogott meg téged egy olyan iskolában, ahol egyébként nem érezted magad jól? Ez egy jó kérdés. Nem tudom, azt láttam, hogy ott áll valaki, aki így átadja a tudását, és így megtanít embereket írni, olvasni, meg számolni hogy ez milyen fantasztikus. Nem tudom, ezt én sose tudtam megfogalmazni igazán, hogy mi volt, és ezt mindig úgy szoktam, amikor valaki nagyon, egyszer csak vallásos lesz, vagy, vagy valami van, hogy egy ilyen, nem tudom, egy ilyen elhívás, tudom, ez kicsit ilyen túl spiri, de hogy ezt érzem a pedagógiával mind a mai napig, hogy nekem valamiért ez, ez jött, hogy nekem ezt, ezt kell tennem, ez az utam, pedig aztán én mindent megpróbáltam megtenni azért, hogy ez ne így le, le, legyen, de aztán valahogy mégis így lakult nem tudom, tehát ott ültem, gyere, ott ültem gyerekként, és azt, hogy én, én, ezt akarom csinálni. Tehát otthon gyártottam naplót, és jegyeket írtam be a plüsseimnek, meg, <laughs> meg ellenőrzött csináltam nektek, tehát ilyen kicsit elmebeteg uh -huh. módon toltam ezt, meg gyak gyakoroltam. Hát végül is rá. miért nem, az nem elmebeteg, amikor orvososat játszanak a gyerekek, akkor ez miért lenne az? Igen, mondjuk erre még nem gondoltam. Mondjuk azért kevesen játszanak, de nem, mert Kevesen játszanak tanárosat ahhoz szoktak képest. Szoktak az egymással, de hmm. a hmm. <laughs> <laughs> Jó, hogy nekem kevés barátom volt, lehet, hogy az volt a baj, és akkor azért pluszra játszottam, de nem, nem, nem. Ebben az is benne volt, hogy ott abban a falusi közösségben, az 1500 lélek között milyen társadalmi státusza volt a pedagógusoknak? Tehát, hogy ők voltak például a faluban a, a művelt emberek? Lehet. Lehet, hogy az is benne volt itt titkom, vagy tudod alatt, hogy így, uh, hát ők a ők a nem tudom, tényleg ilyen megbecsült emberek voltak. És azok is voltak? Úgy, úgy élted meg? A közösség hát, úgy is őket magukat? mindig gondolkodom, hogy valóban azok voltak-e, vagy csak annak hitték magukat? Persze, tehát egy, faluban azért van egy, van egy státusz egy pedagógusnak, vagy, volt, nem tudom, hogy most van-e, hogy nem vagyok már faluban olyan szinten, hogy tudjam ezt, hogy van-e még ez a fajta megbecsültség, de ott azért volt egy, volt egy respektjük lehet, hogy erre is vágytam, nem tudom, de őszintén, tehát az én szemem, a, apukámnak sok nagyobb respektje volt, hát mindenkinek ő a disznóját, miatt <laughs> tudtak enni, vagy, vagy, vagy anyasztolgáltak őket a boltban, tehát, hogy így, vagy nagyapám, akivel mentem a gyárba, Ön. és ő tartásvezető volt. És Értem. Akkor... tehát ilyen alapon akkor hentesnek, Én... vagy boltosnak kellett Igen, volna tehát, a vágynod, nem, 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 tűntek ők másnak, vagy kiemeltebbnek. Viszont ugye azt mondod, hogy ezek voltak azok a tanárok, akik azt sem engedték, hogy te egy szavaló versenyre elmenjél a datogásod miatt. És állandóan ezzel szekáltak, hogy beszéltek valahogy arról, hogy ezt ők egy, egy, egy mindent akadályozó problémának látják. Akkor mit szóltak ahhoz, amikor ehhez képest, te gondolom nem tartottad magadban, nem úgy ismerlek, úgyhogy valószínűleg már gyerekkorodban sem tartottad magadban az elképzeléseidet. És akkor te közölted, hogy te katedrán akarsz állni. Támogattak nem ebben? Nem mondtam nekik soha. Nem mondtad? Nem. Soha nem mondtam. Ezért? Mert hogy mi nem azt fogják ilyet. mondani, hogy nem vagy beszéltem iskolában iskolában nagyon. Én nem mertem beszélni. Az a dodogás milyen? Én nem mertem. Akkor erről mesélj, hogy hogy lett a megszólalni alig merő gyerekből az a nagy dumás, akit én ma ismerek. Én középiskolába, és ott kinyílt a világ. És ott elfogadtak az első pillanatok kezdve. Elmentem egy golyatáborba, azt hiszem, két-három napig nem aludtam, hogy Úristen mi lesz hogy el fognak-e pogadni, vagy, vagy, kigú, vagy folytatódik ez a fajta nem jó élet, eh, amit akkor, és, és, elfogadtak. És akkor elkezdtem kinyílni, elkezdtem beszélni, és aztán utána azt mondtam mindig, hogy, hogy én azért beszélek ilyen sokat, be kell pótolnom azt a szévet, amit nem. És akkor én 16-7 éves lehettem, amikor mondták a barátaim, hogy jó, most már bepótoltad az elmúlt 10 évet, úgyhogy most már beszélhetsz kevesebben, de azóta se beszél kevesebbet, hál' Istennek. Igen, tehát hogy egy elfogadó közegbe kerültem, és ott nem volt, nem számított, hogy dadogok, vagy nem volt annyira ilyen meghatározó ez ott a történet. És meg volt a kortársaidban a türelem, hogy akkor lehet egy picit többet kellett várni, Abszolút. de hogy végig várják, hogy te is befejezd. várják humorizáltunk ezzel, megtanultam poénkodni a dadogásommal, ő általuk, meg ő velük együtt, mert nem gúnyoltak. Tehát nem, tényleg nem gúny volt, hanem vicces. Tehát tényleg én uh -huh. nagyon, nagyon jókat röhögtünk ezen a szituációban, uh -huh. és mind a mai napig, amikor itt osztálytalálkozó van, akkor feljönnek ezek a sztorik. Um, tehát, hogy uh, olyat megtanultam tehát, tudod, amikor mások elfogadnak, akkor te is, te is elkezded így, más, máshogy látni magad, meg el. kapsz egy kis bátorságot ahhoz, hogy hogy, hogy beszélj, mert én nem nem mertem, mert mi lesz, ha? Mm. Ha megint úgy néznek, ha megint kigunyolnak, ha megint kiröhögnek, ha nincs türelmük végig várni. Szerintem a dadogósnak az a legrosszabb, amikor az más nincs türelme, hanem kimondja helyetted, vagy próbál segíteni akaratlanul is. És ez borzasztó. Tehát ez így borzasztó, <coughs> hogy, hogy tényleg így éppen így küzdesz egy K betűvel, és akkor kimondják helyetted a szót, akkor így belül összeomlasz. Tehát ez a kiherélés valahogy tudom, <coughs> így tudom e, elképzelni verbálisan. Úgyhogy, úgyhogy, ez nehéz, nehéz volt, de... És az osztálytársaid ösztönösen ráéreztek erre, hogy hogy kell hozzád közelíteni, vagy te elmondtad nekik, hogy légy ne segíts, nekem az a jó, hogyha én megküzdök ne ezzel. Nem is akartak segíteni, tehát nem, is, tehát nem volt ilyen. Mondom, anya természetes közegbe kerültem, vagy elfogadó, uh -huh. vagy így, vagy, hogy mi még hát hát, egy így, kerültem be. senkinek, hogy helyettet fejezze be a mondataidat. Nem, mert nem. azt gondolták, hogy hát majd úgyis hogy hogyha akarja, ha nem, akkor meg úgyis félbe hagyja. Szóval, nagyon, tehát én tök lazán kezelték ezt a dolgot, és akkor Elkezdtem beszélni, utána elkezdtem műsorot vezetni, elkezdtem színházban játszani, tehát jött sorra minden. És így hoztad ki magad 16 évesen ad a dogásból ezen keresztül? Hát így tanultam uh, meg újra beszélni, igen. Tehát Magadtól, a... vagy akkor szakember is segített? Elmentem logopédushoz utána, és akkor a logopédus nem mondta, hogy nem ért, hogy mit kell segít. Mert Há. hogy azt mondta, hogy most, hogy idejöttem, mondta, hogy ha ő nem lenne ennyire jó szakember, akkor el tudnám verni az, mm -hmm. ahogy, ahogy beszélek, mert ha sokkal beszélem, akkor mindig elkezdek szépen beszélni, és ez régen is így volt. <laughs> és uh, igen, tehát így, így hoztam ki magam, hogy elkezdtem megtanulni beszélni. Elkezdtem például azt, hogy nekem mindig előrébb jár az agyam, mint ahogy mint ahol tartok, tehát egy három-négy mondattal korábban, vagy hátrébb vagyok. És uh, és elkezdtem azzal szórakozni, hogy, hogy az X szavak helyett milyen helyettesítő szavakat tudok mondani, amik nem K betűvel kezdődik, és akkor és akkor elkezdtem így, tényleg ezeket így megtanulni, aztán elkezdtem megtanulni, kimondani ezeket a szavakat, vagy elkezdtem, hogy akkor hogy tudok egy levegővétel, egy gesztikulációval, egy bármivel segíteni azon, hogy ez könnyebben kijöjjön. Ez egy kökemény agymeló. Tehát ez mind a mai napig fejben nekem ez nagyon erősen. Most már azért sokkal lazábban megy, de hogy, de hogy azért, hogyha mit három-négy órát kell beszélnem úgy, hogy nem, nem feltétlenül, tehát egy felvételem például, akkor ez nagyon elfeladok agyban. És ha kimegyünk, akkor azonnal elkezdek dadogni. És ezek a tanárok, akik azért felteszem, nagy mértékben felelősek voltak azért az elfogadó közegér meg ami, ami, kialakult a gimnáziumban, ezek teljesen másmilyenek voltak, mint akiket az általános iskolában találkoztál? Tehát egyszerűen egy más pedagógus típust ismertél meg? Igen, azért egy, én, egy, én egy jó nevű gimnáziumban jártam, fantasztikus, tényleg pedagógus egyéniségekkel, azok a régi klasszikus köpenyes kémia tanár, és nem tudom. De közben meg volt egy ilyen, Ilyen fantasztikus személyiségük, egy ilyen, abszolút, egy, tényleg egy pedagógus. Ö, és nem emlékszem, hogy téma lett volna a dadogásom, hogyha hát te miért dadogsz, hogy mit. Tehát nem, tehát nem, nem kellett magyarázkodnom. Uh -huh. Nem az volt, hogy így mindenkinek meg kellett magyarázni, meg már előre megakulpázni, hogy ez azért van, mert, hanem mert van és kész. Szóval az általános iskolás éveidet ez alapvetően meghatározta, alapvetően. minden erről szólt, a többi gyerekhez való viszonyod, a tanárokhoz való viszonyod az egész tök jó, ne is erről beszéljünk, akkor beszéljünk arról, hogy mi volt még meghatározó a gimnáziumban, mit kaptál attól a közektől, azoktól a tanároktól, azoktól a haveroktól. Hát én elkezdtem lázadni kőkeményen mindenki ellen. A világ ellen, magam ellen, a szüleim ellen, a tanárok ellen, a rendszerek ellen, a szabályok ellen. Tehát én nagyon... Hogy így, megtaláltam az igazi énemet, így, vagy, mm. ki, vagy, kijöhetett végre az igazi énem, és egy ilyen igazi nagypofájú, nagypofájú, kamasz voltam. És, Ezzel a stréberséget is magad mögött hagytad, persze. vagy a kitűnő bizonyítvány még megvolt? Érettségi majdnem meg lett a kitűnő bizonyítvány, de közben azért volt, 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 a kanyarok, de mindig arra blazíroztam, hogy kettes meg legyen én végén, és ez mindig meg is volt, mert nem, nem buktam meg soha a középiskolában. É, és elkezdtem nagyon rossz lenni, tehát, hogy ilyen nagyon flag nagyon visszabeszélős, hatalmas igazságérzettel, tehát mindig mindenért kiálltam, minden ügy mellett, minden osztálytárs mellett, vállaltam a konfliktus mindenkivel, de hogy ebből rengeteget tanultam, mert hogy tehát a kollégium nevelőm is mondta, hogy, hogy én amúgy neki ugyanaz a, az ajtót be becsapó srác vagyok, csak most már, csak most már észre Csapom be az ajtót, és nagy nyilvánosság előtt, mert hogy voltak ilyen nagy kirohanásai mindig. Igen, követtem ki... a Facebook profilodat, és, és ott is kirohant hát, szinten magam, ügyekben. És miután én kiöltöttem magam, így eltávoztam onnan. Hát pont nem érdekelt, hogy más mit gondol, és hogy ki van velem szemben. Ma is ezt csinálom, csak most már ne, nem rohanok el, hanem elmondom, és ma már abban, tehát kevesebb kárunk, kokkodással, mint akkor. De én rengeteget kaptam ettől az egésztől, hogy így, hogy kell jól kommunikálni, hogy kell kiállni magadért, mert hogy hagyták. Hmm. Mert, hogy, mert, hogy, amikor igazam volt, akkor talán elismerték, hogy igazam vagy. Tök jó példa erre. Ö, nekem tényleg nagy volt a pofám, és mi mondtam, hogy ez így nem jó. De hogy, de hogy pedagógiai módszerekre is, hát ki mondja meg, ha nem én. Gondoltam, és akkor egyszerűen így bemondták a hangosban, hogy, hogy engem várnak az igazgatóirodában. Ja, na, nem először já járok ott, de a kollégiumban gyakrabban hívattak az igazgatóiba, és akkor mentem, és akkor mondta az igazgató, hogy na, akkor hallom, problémáidban vannak. És akkor kérdezte, hogy na, mik a problémák az iskolában megízen. És akkor így mondtam, 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 és akkor mondta, hogy jó, és akkor volt egy országos konferencia, hogy én alanyjáros tehetséggondozó programba jártam. És minden intézményből ment az igazgató, a programfelelős, tanár és egy diák. És akkor azt mondta az igazgató, hogy jó, akkor ha ennyire van. ügyes vagy, meg, meg van véled, akkor elviszünk. És ott az országos programról is véleményt kell alkotni, és az igazgatókkal együtt dolgozhatunk a programnak a megváltoztatására. Uh -huh. Ehhez egy nagyon jó pedagógus kell, nem? Kérdezlek téged a szakember, ja, persze. hogy, a, hogy a lázadó, nehezen nem. kezelhető gyereknek oda merjenek adni egy ilyen lehetőséget, és meglássák benne, hogy nekik kell. Igen, és hogy, és hogy azért, tehát azért nem voltam olyan könnyen megzabolászható, mind a mai nem vagyok, tehát hogyha kell, akkor én, én mondom, hogy ha nekem nem tetszik, akkor én fogom magas, és, és pont nem érdekel. vigyázni fogok. Ugye még... <suk> ugy ugy nem ugye, ugye eddig még nem vétettem <suk> nem, 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 csak úgy mondom, hogy minden mai napig, tehát én nem, vagyok ez a, csak, csak az maradok, mert illik, vagy egy, mm. vagy, vagy egy helyzetben megmaradok, vagy nem mondom, mert illik. Tehát, hogy ezért ebbe azért volt rizikó, de közben mm. megban meg egy intelligenciám, amivel megtudtam, hogy hát ezt az előnyömre is fordíthatom, hogy, hogy tényleg jobbá tehetek dolgokat, hogyha elmondom, hogy én szerintem ez miért jó, és mondjuk nem anyázva, hanem megfelelő kulturált körülmények között meg módon, akkor lehet, hogy lesz változás. És az a gyerek, aki azért az első néhány nagyon meghatározó évben soha nem mondta el, hogy mit gondol a világról, mert hogy ugye a miatt nem merte, tehát nem élhette meg, hogy érdemes, és hogy tudhatni a világra, és meg tudja változtatni, az honnan szedte ezt a fajta önbizalmat, vagy magabiztosságot, hogy, hogy akkor nekem el kell mondanom a véleményemet, és az majd számítani fog. Nem, tudom, tényleg nem, tudom, egyszer csak csak az volt, hogy így meghallgattak. Tehát, hogy meghallgatták a véleményet, akkor a kollégiumi nevelőmnek, Évanének volt ebben nagy, nagy szerepe. Tehát nagyon felismerte ezt, és nagyon sokat dolgozott ezen velem, hogy, hogy igenis mondjam el és vállaljam, de ne úgy, hogy utána bevágom az ajtót megőrzett török két mm. tányért, miatt kimegyek. De hogy nem tudom, egyszer csak azt éreztem, hogy így, hogy ez így jön, és akkor ki kell mondanom. És meghallgatják, tehát hogy vannak mm. emberek, akik meghallgatják, és kíváncsiak rá. Tehát akkor tulajdonképpen úgy képzelhetünk el téged, mint egy ilyen kis kagylót, aki bekerült egy elég zárkózott, sérült állapotban hmm. ebbe a gimnáziumba, és ott egyszerűen segítettek neked, vagy kinyílt. Igen, aztán utána ki, ki, kinyíltak, és be egy ilyen tornádó. És, és akkor is akkor is elkele... ha azt is akkor elkele... akkor már nem lehet. Hogy kerültél eleve a, ki, a kis település kisiskolájából, ott is ugye nehezen beilleszkedő gyerekből, a városi elitgimnáziumba? Ugye ez még 2002, és 2000, tehát előtte indult az Alanyános Tehetség gondozó program, az or országban 24 vagy 25 elit gimnáziumban volt, és ez arról szólt, hogy a hátrányos helyzetű diákokat, nagyon tehetséges diákokat be bejuttatták ezekbe az iskolákba. Üm, és ugye akkor veszprém, megyében veszprémben volt, meg Pápán, de hogy veszprémben nem is indult végül abban az évben, mindegy egy, egy ilyen hiba miatt, tehát, hogy nekem Pápama maradt, de úgy, hogy ott már decemberben meg kellett in indítani a felvételit, és akkor ezt így, mondták ezt a lehetőséget, aztán egy el elsikkadt, és, el, és kiderült, hogy másnapig van a felvételének a határideje. Nekem egy éjszakán volt eldönteni, hogy beadom-e a felvételi Decemberben. És akkor a te általános pápáram, iskolás voltál. Nyolcadikos voltam, és, ne, és te döntötted el, és ez a, ez a te melód volt, és nem a szüleid Nem, Leültünk, ezt és akkor anyukám nem volt kollégista, apukám kollégista volt pápán, csak egy másik intézményben. És hát, hogy így mondhattak volna pro és kontra dolgokat, meg, tehát anyukám meg volna lebeszélni, apukám meg rábeszélni, vagy fordítva, de inkább azt mondták, hogy akkor majd reggelre tehetnénk a választ, és elfogadjuk, amit döntesz. Nem, nem aludtam semmit. És akkor így gondolkodtam, hogy de úristen, de dadogós vagyok, de és izé el kell költöznöm itt, hú, azért felcsinált a szemem egy picit, hogy akkor végre egy városban lakhatok, jó. És akkor végre eldöntöttem, hogy akkor beadom, és aztán egy nagyon hosszú felvételi procedúra volt akkor még, mert úgy képzeld el, hogy akkor kellett írni kézzel egy levelet, egy önéletrajzszerűséget magadról, amit aztán a minisztériumban grafológusok meg pszichológusok elemeztek. Jézus, Tehát, a nyolcadikos gyereknek aha, ezért az kemény. Aha, és igen. akkor még volt ilyen mindenféle, és akkor még iskolától kellett jellemzés az egész né négy éves jegyek, meg minden, és ez alapján vettek föl a gyerekeket a tehetséggondozó programba. És akkor én így kerültem pápára ebben a, ebben a, a, neves gimnáziumba. És mert, kollégista lettél, ami egy lehetett. nagy váltás lehetett. ha hatalmas váltás, tehát én nagyon sokat, Én nagyon akartam ezt, aztán nagyon sírtunk az elején, de hát ott mindenki sír az elején, hogy így 15 éves nagyfiú vagy, és aztán utána hirtelen rájössz, hogy hát azért nincsenek itt a szüleim, nincs itt a hugam, meg nem tudom, nincsenek itt a kutyáim, meg amúgy is nyolcan vagyunk egy szobában, de, de meg itt szotabályok vannak, meg lekapcsolják a villanyt, meg ilyenek. Mennyit jártál még haza? Hát akkor ugye úgy volt, hogy hetente jártam haza pápáról, és akkor mindig volt minden hónapban egy ilyen maradós hétvége, amikor színházba mentünk, programok voltak, utazás volt, kirándulás volt, tanulmányi utak voltak, és akkor meg két hétig nem mentem haza. Tehát akkor így, mit? avonta háromszor mentem haza, meg a születeket otthon töltöttem. Gondolom, ahova te kerültél ebbe a kollégiumban, ebbe az iskolában, meg a pápai családok közé, ez egy nagyon más közeg volt mint amiben az első éveidet töltötted. Igen, de ugye az osztálytársai azok mind kis településekről hátrányos helyzetű gyerekként kerültek. Tehát az a... összes osztálytársad is ugye ebből persze. a programból érkezett? Persze. Tehát itt nem integráltak ezek szerint egy olyan osztályba, ahol mások meg természetes egy, egy, módon egy kerültek integráltak. be. kerültek. De hogy mi, nálunk az egész, az egész osztály kollégista volt. Tehát nem volt olyan, tehát még, még ha pápa mellett laktál, és akkor is kollégista voltál, -e? mert hogy ez volt a program, mert hogy délután is voltak óráink, meg este is voltak óráink a Aha. kollégiumban is. Tehát, hogy... Ez érdekes, ezt én például nem tudtam, hogy ez a tehetséggondozó program, ez nem úgy működött, hogy integrálta ezeket a háthányos helyzetű tehetséges gyerekeket az értelmiségi hm. családok tehetséges gyerekei közé az elit gimnáziumban, hanem gyakorlatilag szegregáltak ott itteke ezt nem mondanám így, mert hogy egy, én azt gondolom, hogy lehetőséget kaptak bekerülni egy elit. elit. És hogy, és, hogy, például nem, tehát ez nem jelentette azt, hogy valakinek nem értelmiségek a szülei. Mert hogy a hátrányos helyzet az lehet az is, hogy te egy 500 fős kis faluban nősz, ahol, ahol nem kaptad meg a megfelelő oktatást, és ezért nem biztos, hogy jól teljesítesz egy felvételi, miközben a képességeid meg hozzá. Tehát hogy rengeteg ilyen volt, és az iskolában meg abszolút integrálódtunk, hát ugye bekerültünk abba a környezetbe. Tehát, hogy ott eztán, és a többi osztály az így aztán is kezeltitekket, mint haverokat. Persze, nem? hát abszolút együtt csináltunk mindent, tehát hogy partisztunk, tehát minden volt. Tehát nem, nem az volt, hogy mi egy külön épületben voltunk, dárva, és ők voltak a nem tudom, okos gyerekek, vagy a szegény gyerekek. Ö, Hanem és... titeket kázi felzárkóztattak Persze. az elején, tehát hogy azt tudatosan kezelték, hogy nyilván nem ugyanazt a ja. tudásszintet fogjátok hozni, hiába volt versenyfelvételi, ha úgy veszünk, ja. és akkor Sok nektek az elején többet volt, kellett tanulni. Én. Persze, persze, meg az első év az egy ilyen nulladik év volt, ilyen uh -huh. természettudományos összevontan tárgyak voltak, meg uh, heti, nem tudom, tíz angol, vagy 15 angol, meg nem tudom hány infót, tehát hogy abszolút egy ilyen alap, alap volt és utána indult a gimnáziumi képzés, tehát volt és, alapév. És te akkor azt érezted, hogy ez, ami most veled történik, ez maga a társadalmi mobilitás? Tehát ennek tudatában voltál, hogy téged most Én itt nem, szíts? én csak élveztem ezt a flogot, hogy így. Nem, én nem gondolkodtam akkor ilyeneken. Én, én azt gondoltam, hogy milyen jó, hogy én elkültem egy, egy nagyvárosba papkesziről, aztán, aztán a valamikor meg Tehát mi, mind a mai napig hiányzik. Tehát amikor ha hazamegyek, akkor egy, egy, egy négy-öt napig jó. Aztán mondta, nem, nem annyira, amikor már így. És nem láttad utána már másképp azt a közeget, ahol az udvaron volt a csap, meg gondolom a WC, mm -hmm. és ahol ugye nyilván szegénység volt ahhoz mm -hmm. képest, ami a gimnáziumi én társaid jó részét körülvette. Sokkal többre értékeltem utána már. Tehát az volt, hogy a, én 9 éves voltam, amikor, amikor be, beköltöztünk a mostani házunkba, ugye ez a nagyszüleim házának a tetére épült még egy szint. És akkor már lett a szobám, 9 évesen, meg fürdőszoba, meg, meg benti WC, meg ilyenek. És ugye én még jobban elkezdtem értékelni, ez mekkora meló lehetett a szüleimnek innen ide eljutni. És tényleg? És tényleg az. És egyszer neki egy, mert nagyon sok, tehát az anyas tehetséggondozó programban rengeteg tanulásmódszertan óra volt, meg önismeret óra. De hogy ilyen heti négy, öt éven át. Sőt, volt a több is. És hát ott a, az ez kőkemény volt, tehát és akkor mit tanulni? ott, ott, ott volt, aki megkérdezte, hogy én nem szégyelek erről beszélni, hogy én ilyen szegény voltam, és nagyon, nagyon kiakadtam, hogy hogy kérdezhet bárki. Hát, hát én büszkebb vagyok, hogy honnan indultunk és hova jutottunk. És, hát, és igen, azért, hogy a, most így beszélek tehát ez, azért ez a rengeteg önismeret óra, ez azért nagyon sokat, nagyon sokat segített, rengeteg. Meg hát mi vagy, mi voltunk az ország tehetségei, látod, ezt hát én, én vagyok az ország tehetségállítólag. állítólag. Állandóan jöttek a Debreceni Egyetemről, meg az Eltérről, minket vizsgáltak folyamatosan, ilyen tesztekkel, olyan tesztekkel, így felvettek, izé, megvizsgáltak, nagyon, tehát tényleg ilyen. Kicsit úgy éreztünk magunkat, mint néha, mint egy ilyen kísérleti majom, hogy így, hogy akkor most így, most így hogy van ez a dolog, de hát közben meg, közben meg tudta, közben meg ez adott egyfajta büszkeséget is. Hát Ebben hát az ország 25, nem tudom, olyan intézményben, ahol, ahol egy-egy osztálynyi ilyen tehetséget. Tehát akkor tulajdonképpen Én ez, ez az megadta azt, hogy te ne egy szegény gyereknek érezd magad, hanem egy kiválasztott gyereknek Én, érezd abszolút, magad. Abszolút. És tulajdonképpen milyen gyönyörű így ez a történet, hogy és akkor ebből a kiválasztott gyerekből sok-sok tanulás után tanár lesz, aki megy és visszaad a közegnek, meg a gyerekeknek. A többiekből a programban egyébként azt követted, hogy utána, Nagyon sok utána mi lett? Milyen, hát, Informatikustól az orvoson át, az ügyvéden keresztül a kócsig, a háresig, a mentőtisztig, a nagyon sokféle. Hát, és aztán pe persze valaki tök más utat választott, valaki külföldön él, és ott dolgozik egy gyárban. Tehát, hogy az én ilyen tehát nem mindenki lett, <laughs> nem mindenki lett, nem tudom, diplomás, de ami nem is baj. Nem, nem is és fáj, nem, ez és a nem mindenkiből ezt a fokozott társadalmi érzékenységet hozta ki a program? Nem, nem, nem. Te már közben is tudtad? Tehát megtartottad ezt a gyerekkori álmot végig, hogy majd tanár leszel? Nem, ezt én középiskolában teljesen elhessegettem magam, sőt, én nem is akartam tanár lenni középiskolában ennek több, az egyik oka volt a húgom. Mert amikor a hétvégén hazamentem, akkor a, hugom húgom ugye ő hat évvel fiatalabb, mint én, és akkor őt kell tanítanom, és akkor egyszer mondtam anyának, hogy itt, a húgom, aki nem hülye, és egyedül van, és nem bírok vele tanulni törít, akkor mi lesz, hogyha majd leszek kb. 20 idióta belem szembe, úgyhogy én nem, biztos, hogy nem leszek tanár, bármi más, csak tanár nem. És akkor akkor, hogy elkezdtem színházba játszani, elkezdett érdekelni a rendezvényszervezés, műsorbevezetés, újságot szerkesztettünk a, 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 kollégiumban, meg a gimnáziumban, tehát akkor elkezdtem az írással foglalkozni, az újság szerkesztéssel, ezek a dolgok. Tehát én minden más akartam lenni, ne. csak tanár, nem? Tehát akkor ilyen abszolút a média. Viszont az, hogy az, közös tűnik, hogy szerettél szerepelni, szeretted megmutatni magad, kifejezni magad, hatás, valamilyen hatással lenni, meg a, valamilyen típusú nyilvánosságot kerestél. Igen, mert hogy közben meg rájöttem arra, hogy itt tudok hatással lenni az emberekre. Tehát, hogy vagy így, vagy úgy, tehát hogy, hogy ilyen, tehát velem szemben még, még nagyon nem, nem is mondta senki, hogy így vagyok vele. Tehát ez a vagy nagyon bír, és, vagy nagyon utál. Tehát, hogy nekem nincs ez a köztes. Tehát én, én, én hatásokat váltok ki, most több negatívat, vagy pozitívat, vagy melyik a több. Uh -huh. De, de ugye ez már viszont kamaszként is megvolt, hogy ez a ha elkezdtem beszélni egy teremben, akkor odafigyeltek. Hogyha, hogyha beléptem valahova, és elkezdtem beszélni, vagy mondtam, hogy akkor rám figyeltek. Tehát Volt egy ilyen, nem tudom, aurám. És hogy lett akkor mégiscsak aztán elég az, hogy egy osztályteremben has, és ne a Nemzeti Színház színpadára akart kiterjeszteni az aurádat? Hát ez úgy volt, hogy nem vettek föl kommunikáció médiaszakra, mert egy ponttal lecsúsztam, és akkor a harmadik helyen meg, megjelöltem Pécsett a töri szakot és nem mertem elmenni a színművészetire felvételizni. Hát, hogy féltem. Tehát beadtad a papírokat, és nem aztán nem mentél Az volt, hogy én, én, végig azt mondtam, hogy én akkor izé, és filmművészet és izé, és be kellett volna adni a papírokat, akkor nem mertem beadni. De mi minden meg me tehát én készültem, tehát én verseket tanultam, dalokat tanultam, hangképzésre jártam, tehát én mindent, mindent csináltam. Csak ott úgy én a bátorság. Mm -hmm. És akkor azóta sem jött vissza, mert az, most, mert tök sokat énekelek, meg színházban is játszottam többször, tehát nagyon. De hogy jött ott ez is akkor egy ilyen, nem vettek föl a kommunikáció, és elmentem töriszakra. és akkor visszajött a gyerekkori álom, hogy hát akkor valamiért az élet, vagy a csors, vagy Isten, az, az nagyon belém kettőt, hogy akkor mégis csak arra kell menni, amerre, amerre a kis gondolta, vagy a kis érezte. És akkor így lett hogy végül az hogy, az, hogy én mégiscsak a katedrát választottam. És ez a... már rögtön a, a képzés elején megérintett téged, vagy akkor, amikor elmentél a, a gyakorlatodat egy iskolában? Mm, ott azt gondoltam a képzés elején, hogy én tök jól el, el leszek itt egy évig, aztán újra felvételizem kommunikáció, médiára, és akkor mi minden. Csak beleszelettem magába a töribe, a képzésbe, mm. meg, hát, meg hát Pécs. Azért az egy tök más millió. És hát ott még jobban világ. elkezdtem dolgozni az egyetemen, elkezdtem öközni, a kollégiumban azonnal ilyen központi arc lettem. És hát azt ott hagyni azért, hogy most Budapestre költözek, amit amúgy nem is szerettem akkor annyira, és akkor most újra kellene, biztos, hogy nem. Tehát, hogy engem inkább a közösség tartott ott, meg a város, meg az egész, mert nekem fantasztikus tanáraim voltak az egyetemen. És akkor utána jött az, hogy Ugye meg lett töriből a diplomám, meg olaszból, és akkor utána ugye le lehetett választani, hogy akkor te most a történész irányba mész tovább, vagy a pedagógia irányába. És akkor én a pedagógiát választottam. Én hogy középkor történész akartam lenni, csak aztán hát rájöttem, hogy az, hogy én heteken keresztül egy nem tudom, egy római levéltárban uh, latin okleveleket bújjak, az, a, az nem én vagyok, tehát, hogy az uh -huh. nem én, és akkor így, így kerültem, tehát én már a, a képzés alatt is elvégeztem azt a minimál kötelező pedagógiát, amit kellett, és aztán utána megvégül a történet tanár Irányban mentem el a történész helyett a, nem tudom, nagy örömére, de te tanári hitvallásodról és módszereidről viszonylag sokat lehet tudni a munkásságodból, és ebből én például azt szűrtem le, hogy neked a történelmen túl a, a gyerek, az ember, a pedagógia, az, hogy egyáltalán mint felnőtt, hogy ilyen hatással vagy ezekre a gyerekekre, az nem, hogy majdnem ugyanolyan fontos, hanem fontosabb is. Sokkal pontosan. És nem mondhatni, hogy amit te képviselsz ebben, az mondjuk a pedagógiai mainstream lenne, vagy így az állami iskola rendszer egészét tekintve. Mondhatjuk így <laughs> is. Igen, 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 és igen. Ez, ez honnan jött? Mert gondolom ott a képzésben ugyanazt kaptad, mint a többiek. Ugyanazt, és én ugyanúgy jöttem ki, mint a többiek. Én azt mondtam, hogy. Hogy én vagyok a tanár, én tudok mindent, és akkor az összes alternatív módszer rossz, nem működik. Én biztos, hogy majd én kiállok, azt jól elmondom az egész töri anyagot. El 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 mert ezt tanították nektek az egyetemen, hogy vannak ilyen alternatív módszerek, van marhasság? Nem, 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 tehát ők meg is mutatták az alternatív módszereket, csak mindig összeomlott, és sosem nem. működött. És egy olyan ellenszem alakult ki bennem, mert mindenféle alternatív módszer. Tehát most gondolj, hogy a képzés ötödik fél év, tehát ötödik, öt és fél évig tartott, az ötödik évben az utolsó pedagógiai kurzusomon Varga Arankától értettem meg, hogy mi az, az a, a kooperáció, meg az inkluzív pedagógia. Addig így úgy tanultuk, hogy így azt láttam, hogy ez egy baromság, ez egy hülyeség, ez nem működik. És akkor én úgy is jöttem ki, hogy hát ez majd én, jó, majd én kiállok, elmondom, és így és olyan közegbe kerültem, nagyon érdekes volt, az állásintern azt kérdezték, hogy az XY tananyagot azt hogy tanítanám meg máshogy, mondjuk egy játékosan. És úgy válaszoltam, hát látok jól, vagy nem tudom. És egy olyan közegbe kerültem, ahol nagyon sok pedagógiai tréner is dolgozott, akik témahetekkel dolgoztak már akkor is, élménynapokkal, témanapokkal, élménypedagógiával. Mm. És ugye a konyfából indult az élménypedagógia egy része. És és olyan közegbe kerültem, ahol egy ilyen, ilyen kollégáim voltak. Egy és egyszer volt, hogy pályakezdő Mát, pedagógusként, pedagógusként hát. pont nem egy ilyen nagyon vaskalapos iskolába, Igen. hanem egy nagyon Igen. Igen. másképpen gondolkodó Igen, működő is aztán, a, a aztán az volt, hogy akkor -e, és, hogy, és hogy a, még ebben is exzáztatelencsén volt, hogy így, hogy így hagytak is érvényesülni. Tehát osztályfőnök lehettem. Érettségiző osztályokat kaptam egyből, hogy így érettségiztessem le őket hát. És bármit kitaláltam, azt kipróbálhattam. Tehát nem az volt, hogy úr, ezt ne csináld, meg csak tanítsál, hanem bármit, amit kitaláltam, meg rögtön akkor volt az iskola 40. születésnapja, és akkor a, ott az egyik kolléganő, aki vezette be, ezt az egész mm. egész egyhetes programot, egy maga mellé vett szervező társnak, hogy akkor csináljuk -e együtt, és találjunk ki minél több flashmobot, meg nem tudom, mi, mindent. És rájöttem, hogy úristen, hát ez mennyire jó, és ez nekem mennyire megy és aztán túl pörögtem már egy kicsit, mert mindent, mindent benne voltam, mindent én csináltam, meg elkezdtem élménypedagógiai képzésekre járni, 5 vagy 6 képzést végeztem az alapozó képzéstől a mesterképzésünk, vagy a haladó, vagy nem tudom hogyan, meg rengeteget olvastam, tehát ez, én az első két három évben rengeteget tanultam, meg a kollégáimnak néztem az óráját, bementem tök sokszor hozzájuk, kérdeztem tőlük tanácsokat, és ezt mondta az egyik élmény pedagógiával foglalkozó kolléganőm, hogy neki az ott bennem a legszimpatikusabb, hogy én mindig kérdeztem, meg tanácsot kértem, és meg is fogadtam, és ma már ugye én vagyok az, aki mondjuk tanácsokat ad, akár kollégáknak, akár másoknak ugyanezzel az attitűddel amúgy, e, és, akkor, és akkor rájöttem, hogy ez mennyire jól működik. Bár egy olyan környezetben, ahol én dolgozom, ahol mondjuk nem az elit gyerekek vannak, és mondjuk nem nem mindenki színötös és tan akkor na nagyon enyhén uh -huh. fogalmaztam ezt a dolgot, hogy ez működik, ez baromi jó. És most milyen volt az a helyzet, nem tudom, hogy az akasztják a hóhért kifejezés az ilyenkor, de, -e, de minden esetre te ott álltál, frissen végzett pedagógusként, vagyis csak egy pár évvel voltál idősebb, beléptél az érettségiző osztályba, és ott szembe találkoztál, feltételezem, egykori önmagad néhány példányával, a, a, a lázadó, nehezen kezelhető, nagy pofájú, tanulni nem akaró kamaszokkal. Hát elmegett a lábam. Tehát, hogy beléptem a terembe, anny annyira emlékszem rá, hogy tehát ők azt hitték, hogy én egy új osztálytás vagyok, és meg, mi, mi, mintha még valaki meg is megkérdezte, hogy mi a keresek itt. Mm. Ö, és mondtam, hogy hát én volnék a tanár, akkor néztek, hogy itt nagy jó, tehát ne szórakozzunk egymással, tehát hogy fognak ők leérettségizni. És pár egy olyan osztályt kaptam, ahol nagyon, nagyon nem szerették a törítés, ilyen kettesek voltak töriből. Innen szép nyerni kategória. Mm. És aztán valahogy így elkezdtem így beszélni, legyőztem a lábremegésemet, és akkor mondtam, hogy jó, akkor figyeljetek, akkor tehát ez rajtunk mú múlik, tehát vagy tudunk együtt dolgozni, vagy nem. Mondom, én már csíztem, elvettem ezt a nagyon utált mondatot, de mondom, én segítek nektek eljutni az érettségek, ha partnerek vagytok. És akkor elkezdtünk együtt dolgozni, és aztán rájöttek, hogy ez, ez, ez jó, tehát nem vagyok annyira. Az osztályomnál meg azt hitték, mert a kolléganő lett állapotos, és akkor azért kértek fel engem, hogy azt hiszem, ő talán egy novemberig volt még, úgy félig mentig, hogy akkor, akkor teljesen, de addig, mint osztályfőnök helyettes, és bementem vele be az első, és akkor őről, tehát akkor meg, meg, azt hitték, hogy a vagyok az öccse, és nem értették, hogy miért ott a ott öltönybe. Uh -huh. és akkor a... Öltönyben tanítottál? Nem, 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 csak akkor csak az az évnyitó, évnyitó volt az, az, volt aznap, és akkor uh -huh. öltönyben voltam, akkor még öltönyben jártam évnyitóra, és, uh -huh. uh, és aztán amikor meg a szülők megláttak, az az igazi kétségbeesés, hogy úristen, tehát egy, hát ugyanakkor voltam 20, 25 éves. És akkor így pályakezdő, és 25 éves is srác, és szétszedik a gyerekek. Kemény menet lehet, tehát nem kezdtél el újra dadogni mindebben a nem, stresszben? Nem, nem, nem. Hát ennél jobban nem, tehát hogy így az alapdadogásom az nem lett. Nekem uh, folyton működik, mint a dadogósok többségénél. Én stressz helyzetben kevésbé dadogok. Én amikor teljesen ellazulok és jól érzem magam, akkor szoktam inkább dadogni. Tehát akkor ez így tanárként már nem is volt kérdés ebben a közegben, hogy a gyerekek ezt hogy veszik. Tehát ahogy ab... az elején nekik, <coughs> hogy figyeljetek, amúgy, ha valami furcsát hallatok, az nem a ti van, hanem én dadogok. Vagy hát scratcherek, mint egy jó DJ, és akkor így mindig elütöm valami poénnal. Ugye szokták mondani, hogy a gyerekek elég kegyetlenek tudnak lenni. Hát, de ha őszinte vagy... De benne, akkor ez nem... ez a, a te módszered működött. De hát, persze, hát most érted, meg mondani eltitkolni, és nem elmondani nekik, és akkor lehet, hmm. hogy volna, hogy ez mit csinál. De én gondoltam, hogy most hát úgy tudom titkolni, akkor meg elmondtam, hogy féltek ez van. Tehát most ez teljesen természetes dolog, mint ahogy neked, nem tudom, barna a hajad, én meg dadogok napon, tehát ez van. Mm. És így majdnem minden osztályomban volt dadogos. És tökéletes, hogy más osztályában nem volt, csak nálam vagy hozzám. <laughs> és nekik én, kezd ez meg nagyon sokat jelent. Rengeteget, ne, ha rengeteget példaként, meg az, hogy, meg az, hogy látták, hogy mennyire nem, nem jövök már a tozzad avarba, ha esetleg én dadogok, mert hogy miért jöjjek zavarba. És ilyenkor, amikor ennyire kicsi a korkülönbség, akkor ez egy, ez egy haveri viszony majdnem, ami így kialakult tanár és, és kamasz gyerekek között, vagy erre azért vigyázni kell, hogy, hogy azért inkább a, tekintély legyen a domináns. A, tekintély az, nincs. Azt ki kell érdemelni. Azt nekem is ki kell érdemelni. meg ő nekik is. Szóval az, az egy nagyon érdekes helyzet, hogy amikor tényleg úgy mész be, hogy akkor oké, tehát hogy, hogy a tiszteletet, meg a tekintét, ezt ki kell érdemelni, a személyiségeddel, a tetteiddel, a dolgaiddal. Nagyon összetett ma már ez a szerep, és most, hogy tíz év eltelt, még mindig úgy, hogy állok a gyerekekhez, pedig most már azért jó van, nagyobb a korkülönbség sajnos. De, tehát ez egyben egy apa, egyben egy anya, egy barát, egy haver. Megvannak a szituációk, amikor, amikor érted, hogy 24 órás vetélkedőn együtt küzdetek a pályán, akkor nem az osztályfőnöke vagy, hanem a csapattársa, és akkor ugyanúgy beszól neked, hogy ugor már a labdáért. Tehát hogy, mert hogy ez az, az, egy másik szituáció. Tehát hát én azt gondolom, hogy, 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 hogy megvannak a pedagógus szetelepnek a különböző szegmensei. És a kölcsönös tisztelet, ez meg csak rajtunk múlik. Azért engem ne tiszteljem, mert az dobta a gép, hogy én állok ott az asztal mögött, vagy előtt, vagy rajta néha, hanem, hanem a személyiségem miatt. Tiszteljem. Rajta néha. Persze, hát a am fel kell az asztalát. Most tehát, amikor érted, ö, arról beszélek, hogy Hitler milyen hatást ért el a beszédeivel, akkor hát felpatronizni az asztalát, az üvöltök, mint Hitler. Vagy amikor nem tudom, játszunk háborúsat, akkor felmászok az asztal a tetejére, tehát nincs ezzel gond. Nyilván van olyan állami iskola, ahol ezzel megrökönyödést kell tenni, mert nem ezt látják a többi tanártól. Ahol, ahol te tanítasz, ott ez így belesimul az átla, általánosban? Nem, nem volt ebből soha probléma. Nem is ennyi. problémára gondolok megkérdezték a gyerekeket, vagy lecseszték, hogy miért vannak lábnyomok az asztalon, és mondták, hogy ott volt, és nem akartak eljönni. mondtam, hogy pedig én, de én mászkáltam végig, hát nézed, meg az, az én lábnyomom. én azt mondom, hogy abban az általános iskolában, ahol ez, vagy iskolában általában, ahol megrökönyödést váltanak ki, ott nekem nincs helyem. Ugyanott tanítasz, mint ahol elkezdtél? Ugyanott, persze. Most, most kezdem a tizedik évemet lassan azért nem annyira persze talán, mert hogy te időközben azért köszönhetően a, a, nyilvánosság előtt végzett tevékenységednek kvázi befutottál, és te mondtad magadról, hogy tanárcelebb lettél, tehát gondolom akár válogathatnál az intézmények között, pláne úgy, hogy tudjuk, hogy pedagógusi hiány van mindenhol az országban, és mondtad is, amikor elkezdtél beszélni erről az iskoláról, hogy azért ez nem az elit. És te dönthettél volna úgy, hogy akkor most megengedheted magadnak, hogy megkeresd a, a legelismertebb, legelitebb intézményt az országban, ahol mondjuk ha ez egy alapítványi iskola, lehet, hogy még a fizetések is magasabbak, és oda mész. Gondolom tudatos, hogy nem ezt tetted. Igen, pedig hívtak többször is, több helyre. Ö, nekem itt még dolgom van. Nekem itt még helyem van. Ezekkel a gyerekekkel, akikkel nem az, nem mindig az a cél, hogy bejusson a egyetemre, hanem, hogy ne el. Szóval itt ebben van azért egy ilyen hivatástudat is az ember, meg jól érzem magam. Meg azért az azért valljuk be, hogy azért bennem, és persze áldásos ez a tevékenységem, azért nem minden iskolába vállalna bennem. Az a rizikó. Mert mászkálsz az asztalon? Mert nem az asztalon, mert nem vagyok normális, mert elmondom néha a véleményemet. Néha <laughs> na nagyon ritkán szoktam véleményt alkotni nyilván a előtt. Néha bejön egy tévés tehát vannak ilyen kis apróságok. Ezt az, az, ez az, itt nem nem, nem mindenki. Tehát egy, ez egy nagyon klasszikus, akár mondjuk egy mondjuk a top 10 gimnáziumból álló gimnáziumból, nem biztos, hogy mindegy bevállalná azt a, az én személyiségemet. Hát, hát aki hívott, hát, az, az... nyilván bevállalná. Ő bevállalta volna, csak én nem akartam menni vagy hát nem, nem is akarok, nem, bizony hogy lehet, hogy, hogy a... Mert aztán azt mondta, valaki többször hívott, mondta, hogy jó, ha akarsz jönni, akkor szólj. -e. Mm. De, hogy, de hogy közben meg azért nekem is tök nehéz lesz, lenne váltani. Tehát, hogy most, ha most nem lenne ennyi ajánlatom, és nekem kéne pályáznom, hát azért most gondolj bele, hogy így azért velem szemben milyen elvárásodott rendszert állítanak föl, hogy hát ő a népszerűtlen, a kedves, a jófeje izé, aztán közel kiderül, hogy adok egyest, meg kiabálok néha, meg ilyeneket csinálok. Szóval azért, ja, azért nehéz, ez nehéz, tehát, hogy így, meg hát, tehát most nem tudom, hogy hány nyolcadikos mondta, hogy, hogy a szóbeli felvétel ilyen, mikor meglátták, hogy honnan jöttek, akkor szóba kerültem én, hogy akkor én tanítottam a nekik a törítés, ez egy ilyen. Tehát szerencsétlennek most érted? Tehát, hogy egy olyan ember van ott, aki utálja az én munkásságomat. Nem? ilyen? Hát persze. Hát hogyne. Hogy honnan te. tudod? Hát mert megírja meg kommentben, meg üzenetben. Ja, hogy az interneten zajlik Persze, ez az egész diskurzus, és innen néha tudod... szofisztikáltabban, néha kevésbé szofisztikáltabban mondja, hogy mit hova rakjak be. Ezek, vagy... a, ezek szintén pedagógusok. Van aki igen, igen. És az, az elején többségében pedagógusok támadtak, meg bántottak. Mi, a, mi, az, amit te másképp csinálsz, amit bizonyos pályatársaid nehezen emésztenek meg? Nem vagy normális. Bátor, Mára Már Mára mennyiben Már amennyiben az, hogy, az, hogy egyrészt másként tekintek a, a saját szerepemre. Tehát én nem, nem emelem magamat, erre, nem, nem, nem katedra, meg nem az, hogy én vagyok a tudás, mindene. Megpróbálom megtalálni az egyensúlyt, a, pont ahogy te mondtad, a, a jó fejkedés és a szigor között, az egészséges szigor között. Nám is vannak keretek, vannak szabályok, Ö, de a diákot én partnernek tekintem, és ezt, ezt, ezt veszélyben nagyon nehezen ezt a kanyart, hogy, a, a, hogy én mindig azt mondom, hogy engem ne, nem érdekel a rendszer, és ebben a szempontból néha a szülő sem. Az én megbízom a gyerek. Az ő érdeke, amit nekem képviselni kell. És, és ez, ez nagyon sok emberek rosszul esni, hogy, hogyha ki kell állnom mondjuk egy konfliktusban, amikor egy diáknak van igaza, akkor nem fogok a kollégám mellé állni akkor nem fogok a szülő mellé állni, mert hogy értem én a lojalitásnak a fogalmát, csak én mindig a állok, akinek igaza van, és az én megbízom a gyerek. Akkor ki mellé álljak? Persze, ha a gyereknek nincs igaza, akkor nem fog mellé állni, de ott vagyok mellette. És akkor megmondom neki, hogy ez miért volt rossz, amit tett, és miért van igaza másnak. Szóval ez nagyon... De nem tudom megfogalmazni, hogy miért, miért vagy... Én, tehát én önmagam számára én, ne, én nem vagyok különleges, én nem vagyok ilyen, izé, ilyen... Behelyes, azt, tehát én rosszul vagyok, amikor azt mondják, hogy bárcsak minden iskolában lenne egy gyógyszobács, hát te hülyék vagytok, tehát te biztos, hogy izé, te egy is sok, nem, hogy több, hát én magamat nem bírom néha elviselni, nem, hogy ti engem. Szóval De azért, azért, gondolom, hiszel benne, hogy amit csinálsz, az működik. Amit, amit, persze, az működik, csak nem, 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 értem azt, hogy ez miért ennyire különleges. De ha most meg kéne magyaráznod, miért ennyire különleges, és hát miért nem működik? Tudom miért működik? Azt a, talán meg tudod Az a tehát az biztos, hogy benne van de másnak is működik. Szóval ez nem, nem, ez nem egyedi eset, vagy nem vagyok egyedi. Ha az eredmény felől... vagyok, csak nem egyéni vagyok. <laughs> az eredmény felől nézzük, akkor mi az, amit szerinted te hozol ki a diákjaidból? Ami miatt azt mondod, hogy neked dolgod van még ebben az iskolában, ami miatt azt gondolod, hogy neked van szereped abban, hogy ők nem kalódnak el. Vagyok sikeres néha, hanem a, hanem a személyiség fejlődésben. Az Aztán. nem az eredmény része? Én most nem úgy értettem ja, hogy az eredményt, hogy ki az, aki orvos, gondolsz, orvos ez? Nem, nem. nem, nem, Aha. Hát az hogy, az, hogy, az, hogy megtalálja az útját például, abban, abban na, nagyon-nagyon tudod tud, neki segíteni hogy mi az ő útja, Meg, megismeri önmagát, uh, mer kommunikálni, ki mer állni, mer véleményt alkotni, mert uh, mer bátor lenni. És uh, én ezeket fejlesztem bennük. Mert hogy észreveszem, hogy ki miben tehetséges, és azt kell szerintem tolni, mert persze fel kell hozni egy minimál szintre azt is, amiben nem tehetséges, mert értsem mondjuk mindenhez egy nagyon picit, tehát tudjon számolni, írni, olvasni, de hogy, de hogy, utána meg azt erősítsük, amiből tehetséges, és azt abba meg minél többet megtenni, meg lehetőségeket adni neki. És szerintem ez ebben, vagy nem tudom meg, hogy én tényleg ez a pszichológusi sztori egy kicsit ilyen nehézkes, de hogy, de hogy az is vagy néha, meg egy nem tudom, pályaválasztási konzulens, meg coach, meg minden vagy egybe. Szóval, szóval nem tudom, nem tudom, tehát én ezeket sikernek tartom. Amikor egy, amikor egy volt diákom ír, hogy akkor, hogy most, most végzett a nem tudom én milyen iskolájával, és elkezdett körmösként dolgozni, és hogy vállalkozást indított, és hogy, és hogy azt mondja, hogy, köszöni, hogy hogy, én akkor mennyit beszéltem arról, hogy igen, és akkor merjünk lépni, és komfortzóna, és hagyjuk el, és izé, és de meg, Nekem ezek óriási nagy dolgok, mert hogy tök sokan visszajönnek, meg visszajeleznek évekkel később. És, és én nagyon hiszek abban, hogy, hogy akkor végzem jól a munkámat, hogyha a diákjaim sikeresebbek, mint én. Én akkor vagyok boldog. Elképzelhetetlen, hogy tíz év múlva például, vagy húsz, vagy harminc, már ne legyél tanár? Vagy valami más már legyen? Kérdés. Erre pár azt mondtam volna, hogy biztos, hogy nem elképzelhető, tehát én ezek akarok lenni végig. Ö, az lehet, hogy nem ebben a formában már, hanem mondjuk egy saját intézmény irányításával. Mondjuk év múlva. Mert hogy te egyébként múlva. az egész intézményt másképp csinálnád? Én teljesen. Tehát én, 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 én a iskolát, ha kapnék nem tudom hány milliárd parintot egy saját iskolára, akkor azért máshogy csinálnám. Például mi lenne? De most? hogy ahhoz először nekem kéne lenni az oktatási miniszternek. Ami Ján, én, is. nekem az <laughs> nagyon imponálom, amikor Ami, valakinek nincs a, van a a kocká hozni egy ilyen <laughs> <laughs> és akkor magát az, az, az alapoktatás alapoktatást megváltoztatni, mert tudom, a, tehát hiába van egy nagyon pró magániskolád, amíg, amíg annyira kötött mondjuk a nat meg minden, akkor azért sokkal nehezebb, de hogy igen, tehát én, egy abszolút csinálnék egy ilyen nagyon, nagyon jó iskolát. Tehát ha nem, köt, ha nem kötne téged nat meg bár más külső körülmény, akkor milyen lenne a te iskolád? hú, hát akkor nagyon ilyen izé. Nem is lennek tantárgyak, hanem, hanem lennének projektek. Szakmákat próbálnánk ki, például képességeket fejlesztenénk, játszanánk, havi egyszer biztos, hogy elmennénk néhány nap a táborba. Különféle mód különféle helyekre, tehát akár egy kis erdei kunyhóba elvonulni, akár egy nyüzsgővárosba, mondjuk Budapesten nincs város Magyarországon, tehát <laughs> ez kilőve. Tehát, hogy, hogy, és folyamatosan ez a képességfejlesztés, kommunikációfejlesztés, helyzetbehozás, önismeret, és persze mellette meg lenne a tudásnak a fejlesztése is, mert hogy kell egy kis nyíldalom, kell egy kis töri, de nem úgy, hogy ülj le és tanulj évszámokat hanem egy adott korszakot feldolgozunk, irodalmilag, művészetileg, törileg, mm -hmm. e, nyelvügyileg, nyelvügyileg, bármi bármiügyileg, közben pedig ezt ebben lenne része egy tábornak, lenne része egy elmegyünk, nem tudom, tényleg a Petőfi Emlékházba, ami bizonyosan izgalmas hely lehet, e, és, és, így, így tennénk, és, és nem, nekem, tehát ez egy bentlakásos iskola például, egy kollégiumos. Kollégiumos? Uh -huh. Hát középiskolában igen, tök más. Tök hát. mások azok a gyerekek, akik kollégiumban élnek, és együtt él az osztály. Én, én ezt a ez saját példámon abszolút látom, hogy teljesen más a mi mentalitásunk azokhoz képest, akik mondjuk 18-19 éves korukig otthon laknak. És ez miben tetten érhető? Sokkal önállóbbak azok a gyerekek, akik, akik már idő előtt, idő előtt, hát kirúgják a fészekből, de hogy, mert hogy, mert, hogy ott ott értem, hogy ott van a kollégiumi nevelő, meg ott vannak a szabályok, de mindent magadnak kell intézni. Neked kell összejutni abból B-be, ha, ha elhagyod össze a személyedet, neked kell bemenni azok okmányodába, de a időpont, tehát bla, bla 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 Tehát, hogy sokkal meg, azért azt tényleg megtapasztalni, hogy, hogy már nem lakszol. És a leg, tehát a legkonfliktusosabb éveidet azt nem töltöd a, tölt a szüleiddel, akivel naponta konfrontálodnál, és hétvégén, meg amikor te hazamész, akkor általában szereted egymást abban a két-három napban. Tehát egy... De persze ezt máshonnan is meg lehet közelíteni, hogy a legsérülékenyebb éveidet nem töltöd abban a közegben, ahol nagyobb eséllyel számíthatsz feltétlen szeretetre és elfogadásra, igen, és nem biztos, hogy mindenkinek jól tud elsülni egy ilyen kortárs közeg, mondtam, ahol, igen, ahol ugye akkor. elindulhatnak rossz folyamatok is. Igen, de hogyha jó a szakember gárda, meg jó a kollégium nevelői gárda, akkor, a, akkor ez baromi jó lehet. És, de ez, ez, sem való mindenkinek. Úgy, ahogy az alternatív sem való, valakinek a lóistálok kell, és ez a kőkemény, konzervatív módszerek mert hogy mert nem vagyunk egyformák, tehát én nem azt mondom, tehát hát nem köteleznék mindenkit kollégiumban, hanem aki az én iskolámban ja. akar járni, ezt tessék, az De nyilván abban, hogy, hogy, te ebbe az irányba gondolkozol, azért az is benne van, hogy mit gondolsz a szülőkről. <laughs> És azért is feltételezem ezt, mert követve a te közösségi média felületeidet, azért osztad őket rendesen. Mármint nem konkrét szülőket, hanem úgy hát, a blog. Hát az attitűdöket szoktam kiemelni, hogy Hát, mert véleményem van, és, és mindig felhúzom magam, amikor én az az aranyérv, érv, hogy, hogy de nem tudhatott mert nincs gyereket. Köszi. Ez, a gép, hogy ezt ér. mondják a szülők neked, Persze, vagy hogy azért nincs ne, igazad a pedagógusként? Nem értetek már nincsen gyerekem és mondtam, hogy jó, de mondom. ahhoz azért értek, hogy a gyereket hogy viselkedik, és hogy mit kéne be, beletenni, vagy legalább következetesnek lenni, megpróbálni, mert nem tud mindenki következetes lenni mindig. De azért én nem szoktam nagyon bántani ám a szülőket így, csak, csak néha van egy ilyen, meg, meg az, hogy van egy bejegyzésem, amit 5 vagy 6 évvel ezelőtti a tropikáriumos bejegyzésem, és ezt fél évente előveszi valamelyik magazin, online magazin, és akkor hogy mindig bepörög, és akkor mindig, 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 is ilyen. Az a baj, hogy ezeket tette is hogy a média működését, mindig olyan fantasztikus címekkel hozzák le, hogy Kattintékony. Jó yep. most jól beolvasott XY-nak, és nem, ki a kedvencem, a ki a népszerű törítan el, hát köszi. De, de, ezzel úgy látszik, hogy el lehet adni a kattintásokat, úgyhogy ez már jója. Mm. Öm, nem, de, de hogy én közben konstruktívan, tehát én próbálom felhívni a fi figyelmet arra, hogy ez nem biztos. Hogy, tehát amikor, amikor a szülő azt gondolja, hogy ezzel a gyerekének tesz jót, és azzal árt. Mondok egy példát, azt mindig hangozhatom, hogy ne mondd meg a gyerekednek, hogy hova menjen tovább tanulni. Üljetek le, beszéljetek meg, döntsétek el közösen, de ne te mondd meg. Vagy hallgass meg, hogy ő mit akar. És ebből és ezért ez nem bántás, csak ez a hosszú évek tapasztalata, hogy, hogy igenis jön a szülő, és nagyon nyomja, és közben a gyerek ott sír neked, hogy ő nem akarja, ő hány tőle, ő rosszul van. Ő, ő inkább meg fog bukni, csak hogy ne vegyék fel oda, ahol az anyja akar. És akkor ilyenkor le kell ülni a szülővel, meg a gyerekkel, és közösen megmondani a szülőnek, hogy figyelj, nem jó ez az irány, mert, mert ártasz a gyerekednek, meg ezzel magadnak is ártasz, hát hogyha nem jön be, akkor kit fogsz szidni a gyereked hát téged, mert erőszakoltad rá ezt az egészet, szóval én inkább ilyeneket mondok meg, csak hát ez meg fájó tök sokszor, meg én nem, de hát nem szoktam olyan kedvesen megfogalmazni ezeket, én, én amúgy sem vagyok egy kedves ember, vagy ez a biológus ember, tehát hogyha nem, akkor megmondom, mert hát szerintem az igazság meg az őszinteség az tök fontos. Ez, mert most úgy képzelje el, hogy azt mondod a szülőnek, hogy figyelj, ez lenne jó, nem pofáznál bele? Hát nem így ezekkel a szavakkal, de megkérem, igen, hogy, hogy lehet, hogy most ebbe egy picit nem szólsz bele. Most egy picit hagysz engem érvényesülni, és akkor utána üljünk le hárman, és megbeszéljük. Mert hogy közben én, én látom a gyereket, hogy, hogy ő mennyire szenved, és, hogy, és a gyerek meg közben elmeri utána mondani, hogy igen, anya, én nem akarok ügyvéd lenni. Én divattervező akarok lenni. És akkor így ott ül a szülő, és aztán vagy elfogadja, vagy nem fogadja el. Egyébként ez nyilván egy örökzöld problémakör. Persze. Tehát ez ugyanúgy kérdés volt akkor, amikor te voltál gyerek, meg száz évvel korábban is talán. És még szerintem száz év múlva is. És ez így is Ehhez képest viszont, ha most egy csomó új kihívás, amivel szembesülnek az iskolában a tanárok is, és a szülők is. Úgyhogy Sokszor a tanárok sem elég felkészültek, de a szülőket aztán végképp nem képezi senki. És ugye itt gondolok a, az internet által okozott kihívásokra, a kütyük és videójátékok és hihetetlen sebességgel változó világ okozta kihívásokra. Neked ebben is van egy előnyösebb helyzeted nyilván sok pályatársathoz képest, egyszerűen abból adódóan, hogy fiatalabb vagy. Közelebb van még hozzá. A... Bár egyre kevésbé. <gül> de <laughs> de az neked nyilván könnyebb követni azt, hmm. hogy mi van a TikTokon, mint valakinek, aki nem már a nyugdíj áll közel. Nekem az már túlmás, én nem bajok TikTokon, de ott nem tudom követni Na jó, követni de tudod, a... hogy, mit... különik, tudod, hogy persze, mi az? Persze. Tudod, hogy mit jelent? Tudod, hogy miben hmm. élnek a gyerekek? Ezekkel a jelenségekkel mennyire? Tudsz és próbálsz kezdeni valamit. Hát mindenképpen kell, hogy egyrészt közösen is csináltunk ezzel kapcsolatban már azért elérhető projektet és videókat. Másrészt meg, hát igen, nagyon nehéz ezt, ezt követni hogy melyik platformon éppen mi történik. Én, 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 én csak azért a, akarok képben lenni ezekkel a platformokkal, hogy értsem, hogy. Tehát én leültettem gyereket, és mondtam nekik, a fie, mutassatok meg, hogy a Snapchat hogy működik, vagy a, vagy a TikTok milyen, és mit csináltok, és hogy csináltok. Én magam nem regisztráltam föl, mert, hát, mert ne, ne, nekem ez a három platform, ez bőven elég ahol vagyok, de hogy értsem, hogy lássam, hogy tudjam, uh -huh. hogy mi működik. És én... én most például nem is arra gondolok, hogy egy-egy ilyen közösségi média platformnak mik a konkrét kihívásai, hanem a tanár, diák és, és gyerekszülő kapcsolatra milyen kihívásokat, extra kihívásokat tesz, ez az agyon mediatizált, folyamatosan interneten megélt és, és kütyük által akadályozott világ, amiben azok lesznek most fiatalok, akik lehet, hogy nagyon hasonlítanak hozzá sok mindenben, és te megismered magadat ezekben a kamasz fiúkban, de azért mm. egyébként meg már egy tök más világban nőnek föl, Mert hát. neked például nem volt egy kütyű a kezedben állandóan, amikor gimnazista voltál. Igen, de amúgy, ha, ha helyzetbe hozod őket, akkor nekik sincsen. Tehát, és például ez, ez egy, egy, egy év nálad, hogy megpróbáld elérni, hogy ne persze, legyen? Persze. Vagy hát úgy érem, -e, hogy mi úgy döntöttünk idén, hogy legeleveszük hogy tőlük. És csak akkor kapják meg, amikor dolgozunk bele. Ezért cserében mi sem nyomkodjuk a telefonunkat az iskolában. De, de a, amennyire gátolja, annyira elősegíti is, mert hogy mert most már tud írni nekem este, és írásban elmondhatja a kis lelki gondjait, amit szóban nem biztos, hogy tudna, mert elsírnám magát. És, és, aztán másnap elmondja már szóban is, csak éjszaka könnyít magán üzenetben, és beszélgetünk egy kicsit. Tehát, hogy ez, ö, És neked ez oké okay is, ezt te se a saját határaid sértésének, hogy Egyetlen. éjszaka is munkaidőd van, és kapod az üzenetet. Hát ezt én nem tekintem munkaidőnek, de igen, tehát igen, 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 De hogy ezt én mindig megmondom, hogy nem ez, az el, tehát nem ez az, alap, nem ez az elvárás. Tehát, hogyha valaki ezt nem teszi, az tök oké. Okay. Hát ki az a hülye, aki hajnali kettőkor arra ébredt, hogy az egyik egy, gyerek írt hogy probléma, és válaszol, hát én válaszolok, mert éppen nincs jobb dolgom, egy kettőkor éppen, de öm... Igen, tehát, hogy rengeteg a, rengeteg a kihívás, ami őket, és, és azt gondolom, hogy ne, nekünk az a célunk, hogy mutassuk meg azt a világot, ahol ezek nincsenek. Én például táborba is olyan helyre viszem őket, ahol minimális térerő van. És ott is megkérjük, hogy figyelj, -e, de, de hogyha ha egész nap foglalkoztatva van, meg törődve van vele, ilyen szép magyarosan megfogalmazva, tehát ha törődsz vele, ha játszol vele, ha beszélgetsz vele, nem fogja nyomkodni a telefonját. Mert megtanul, megtanulja az élményt megélni. Csak Érted? Tehát, hogy, hogy nagyon sokszor papolunk erről felnőttek, hogy már a gyerekek nyomkodják a telefont, és nézd körbe egy étteremben, hogy a gyerek ül, nincs a telefon, és az nem meg ott van, és, és, és nyomja. És akkor, persze, persze a gyerek is nyomni fogja, csak akkor az anya azt mondja, hogy de én dolgozom. A francokat? Tehát nem, nem. Tehát ha, akkor most tehát ne legyen már ez a játék, hogy akkor én őt lecseszem azért, mert nyomkodja a telefonját, de rólam csak, csak annyit lát, hogy a telefonomat. Akkor, akkor az ilyen, na... Érdekes helyzet, szóval ezeket meg kell, tehát a feltek sem tudják használni őket, nem tudják kezelni ezeket az eszközöket, nem tudják kezelni a különböző átveréseket, tehát hányan küldik el a bankkártya adatait lefotózva, csak azért, mert azt írták, hogy nyertél egy ugandai örököstől, és szüksége van egy kis pénze, hogy utána az ügyvédje visszautalja, érted? Szóval... Szóval azért igen, tehát, tehát, káros is, meg ártó is, de hogy sokszor mi hagyjuk nekik, hogy káros legyen, meg ártó, mert, mert hát, és ez valahol ez megint, és itt megint, megint, megint ugye a szülőket fogom szídni, <laughs> köszi, a kiprovokáltat belőlem, de hogy, mert érted, bennünket néha könnyebb volt leütetni a tévé elé. Nézd a kacsameséket, jó van, addig is legalább kúsolsz. Most ugyanez van a telefonnal, vagy a tablettel. Mi, mit csinálnak? Egyes gyereknek kezében nyomják a tablet, addig is el van. Tehát na, azért tehát lehet kivinni a krumpit, földre krumpit ásni, hogyha úgy van, vagy beszélgetni vele, vagy játszani vele, és közben meg, meg kell tanítani ezeknek az mert nem zárhatod el ezektől az eszközöktől. Tehát, hogy, tehát, hogy ma a XXI. században nem zárhatod őket el ettől. Szóval ez nagyon ilyen, hát egy balansz. Tehát ez, ez körülbelül olyan, mint hogyha úgy dobnál neki oda egy könyvet, hogy nem tanítod meg olvasni. Csak csinálj, amit akarsz, az majd csak kiboggálsz oda a végére, hogy mi ez. Szóval, szóval nehéz, 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 de hogy ezzel dolgunk van. De hogy ezzel nekünk is dolgunk van. Hát amikor ez egy tökéletes példa, az előző osztályomnál mondta, akkor most mindenki vegye elő a telefonját, és nézze meg a heti képernyő időt. És akkor mondták, hogy ilyen 40, nem tudom, hány óra, és mondom, úr Isten gyerekeket, majdnem két napot szégyeljétek magatokat. És mondták, hogy nagyon szóba, és mutassam már meg. De hát nézem, gyerekek, mondom, 78 óra. És így mondtak a gyerekek, hogy na. <gül> <gül> és akkor tudod, ültem, és mondom, hát mondom, ha szemétek, akkor azt mondom, hogy de én dolgozom rajta mert valóban bejegyzéseket írok, és akkor hogy aha, és ez és az, az Instagram most 13 óra, az mi? Hát mondom, be, jó, jó, nem kamuzok, tényleg sokat nyomkodom a telefonomat, és utána így el, el, elkezdtünk detoxikálni, meg odafigyelni arra, hogy kinek mennyi a képernyő ideje, meg miért, érted én is ráértem arra, hogy hát én unalmabban is görgetem a viei Instagramot, tehát, hogy ez, és, ez, és ez nem jó, tehát hogy érted, és akkor én, én papoljak nekik a de sokan 46 óra, amikor nekem 78 hát ez elég álszent lenne. Tehát, hogy ez körülbelül mint hogyha ö, cigivel, meg, meg piával a kezemben magyaráznám neki, hogy ne dohányoz, és ne így el az, szóval ez elég kemény. Szóval, szóval, nehéz, 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 de hát közben meg ezt magunkban is nézzünk már bele. Tehát ne tekintsünk Vagy ez sátánként. egy kicsit olyan is, hogy egymást is nevelitek? Persze. Ők, nevel, ő, ők nevelnek engem folyamatosan. Miben Akkor, vagy ne, most más, mint amikor első nap beléptél az osztályterembe tanítani? Higgadtabb vagyok sokkal sokkal higgattam vagyok. Hát ez már higgadt jó szó. Csak mondom, nem, ilyen régen sokkal, sokkal, sokkal voltam, sokkal, sokkal hamar felcsattantam dolgokon. És ez nem a rutin meg az évek, hanem a gyerekek nevelése rajtad, vagy az a hatály? Abszolút, hogy rájöttem arra, hogy hogy, hogy ha nem húzom fel magam, és én nagyon higgattam beszélek, a sokkal rosszabb nekik. nem, nem, nem. Azért szerintem az életkor is benne van. Meg, meg, sokkal, sokkal megengedőbb vagyok. a pedagógiai gyakorlatomon, ezt elmesélem, intőt adtam Azért, mert én adtam föl történelmi munkafizetbe házi feladatot. Jelzem, nem használok már történelmi munkafizetet, mert borzasztóak. És volt egy ilyen nagyon értelmetlen feladatom úgy, de hogy azt meg, és az egyik srác így az oldalra így ráírta a házi feladathoz, hogy me megoldást láss, tankönyv 77-78. oldal. <laughs> és nagyon kiakadtam, és adtam neki egy intőt. Érted, te első <laughs> intőjét? Hát ma azt mondanám, hogy zseniális megoldás, hogy én adok neked egy értelmetlen feladatot, te meg tudod, hogy hol van a könyvben, és amúgy a könyvből ki kellett volna másolni oda, és értelmetlen lenne kimásolni. Szóval, szóval az attitűdöm az teljesen megváltozott. Tehát ebben, ebben mondjuk sokkal, sokkal lazább vagyok, másrészt meg sokkal keményebb is lettem, vagy, vagy, vagy határozottabb is lettem. Ha valaki kívülről figyelné meg a te diákjaidat, mondjuk tíz évvel azután, hogy elballagtak tőled, és megállapítan bizonyos összefüggéseket, akkor te mit örül, minek örülnél, mit akarnál hallani, mi az, amiből felismerhető, hogy valaki Jocó bácsi diákja volt, és nem Jó másik. a humoruk. <laughs> Azt, annak örülnék, hogyha ezt így átragadna rájuk a humor, meg a jókedv. Az, hogy tudnak és képesek kiállni magukért, meg másokért. Tehát az, hogy, az, hogy igenis oda mernek állni társadalmi ügyek mellé, ö, oda mernek állni alapítványok mellé, ö, és, és ö, ki mernek állni magukért, meg mondom másokért, akár náluk feljebb lévő emberrel szemben is. Tehát, hogy, hogy van véleményük, és ezt kulturáltan meg tudják fogalmazni. És hogy... És de... lázadni tanulod, tanítod igen, őket? Igen meg messzemsz kell. Tehát ez visz előre. És a, és a lázadás, azt nem azt értem, hogy, hogy, hogy Molotov a do dobáld a parlamentet, mondjuk, hát az is egyfajta lázadás, de hanem az, hogy igenis, mert hogy, mert, hogy ha valami rossz, akkor azt ne fogadjuk már el, hogy rossz, mert már régen is ilyen rossz volt. Meg már én is túléltem, akkor élt túl te is. Hanem, hogy akkor akarunk már változtatni, vagy merünk változtatni, mert a változás persze munkával jár, meg melóval jár, de hogy jó. És hogy, és hogy, ennek örülnék, hogyha ezt, ezt valahogy át tudtam adni nekik, vagy legalább ebből egy kicsit. E, és az, hogy, és az, hogy le, legyenek boldogok. Ez teljesen miért, hogy most ő egy kömüves, vagy egy nem az ország legmenőbb ügyvédje, vagy a leghíresebb valóbbi világhős. Ez, az mindegy. Csak hogy, csak hogy, csak hogy, legyen, legyen boldog, meg, meg azért ne beszéljen akkor a hülyeségekkel. Nagyon köszönöm, hogy mindezt elmondtad. Köszönöm szépen. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a YouTube csatornánkra. Kövessd az így lettem további epizódjait, oszd meg és lájkold like a videókat, az unicef.hu oldalon pedig megnézheted, hogy te mit tehetsz a gyerekekért.